A hétvégén Minden Szentek és Halottak napja. A Városfejlesztő Kft. Munkatársai már napokkal korábban nekiláttak rendbetenni a temetőket, járófelületeket javítottak, lenyírták a füvet, de temetői ügyelet is lesz a hétvégén. Kétnapos tanfolyam keretében sajátították el a váci önkéntes tűzoltók annak a Mercedes típusú műszaki mentő kocsinak a használatát, amelyet idén tavasszal kaptak ajándékba a Donaueschingeni kollégáiktól. Megint órát állítunk vasárnap. Néhány éve még úgy látszott, hogy az Unióban felhagynak a kétféle időszámítással, mostanra viszont lekerült a napirendről a kérdés. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! A Minden Szentek és a Halottak napja elnevezést a köznyelvben gyakran halljuk szinonímaként, valójában azonban két külön ünnepről van szó. Előbbit november 1-én, utóbbit másodikán tartjuk. Minden Szentek napján az üdvözült lélekről emlékezik meg a katolikus egyház, Halottak napján pedig a liturgia szerint az üdvösséget még el nem nyert, vagyis a tisztító tűzben lévő hívekért mondanak imát. A keresztény közösségek a 7. századtól kezdtek megemlékezéseket tartani az elhunyt katolikus szentek tiszteletére. A kereszténység elterjedésekor az új ünnepeket a pogány szokásokhoz igazították azok eltörlése helyett, így 4. Gergely pápa 835-ben egyetemes ünnepé tette a Minden Szenteket is, aminek szintén korábbi gyökerei voltak. A Halottak napját másnap, vagyis november 2-án ünneplik a keresztények. Ennek a szokásnak a célja eredetileg az volt, hogy ezen a napon a kiszabadult lelkek újra visszataláljanak a sírjukba, szívesen maradjanak lakhelyükön és ne kísértsék az élőket. Ezen a napon gyakran még azok is gyertyát gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, akik egyébként nem templomba járó emberek. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi az egyház szertartása szerint, a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése pedig a 19. század elejétől terjedt el német katolikus hatásra. Vácon a temetőket már előzőleg rendbe rakták és megjelentek a virágárusok is a környéken. A rendőrség fokozott óvatosságot kér az autósoktól, ilyenkor ugyanis jelentősen megnő a forgalom a sírkertek környékén. A váci temetők felkészültek a látogatók fogadására. A Városfejlesztő Kft. Munkatársai már a napokkal korábban nekiláttak rendbe tenni a járófelületeket, lenyírták a füvet és kiürítették a hulladéktárolókat. Az alsóvárosi temető gondozását tavaly tavasszal vette át az egyháztól az önkormányzat. Azóta ezt a területet a város üzemeltetését végző cég tartja rendben. Halottak napja előtt a temetők rendbetartására irányította áterőit a város üzemeltetését végző cég. A sírok közötti utakon is összeszedték a lehullott fallevelet, ahol pedig szükséges volt kisebb kátyúzásokat is végrehajtottak a burkolattal ellátott járófelületeknél. A temető állapotát, illetve az ott zajló munkákat a váci polgármester is megtekintette. Matkovics Ilona elmondta, a tavaly óta már teljes önkormányzati üzemeltetésben működő alsóvárosi sírkertet a Váci Város Fejlesztő Kft. Folyamatosan igyekszik javítani, felújítani. Idén 31 millió forint van elkülönítve erre a város költségvetésében. A polgármester megemlítette, hogy az eddigi ketreces hulladékgyűjtők helyére konténerek kerültek, több helyen megszüntették a közlekedő utak hibáit, és a bejárati kapuk mellett a legrosszabb állapotú feljáró lépcső is felújításra került, továbbá információs táblák is segítik az eligazodást. Az üzemeltető közleménye szerint szombattól naponta fogják elszállítani a felgyűlt hulladékot. A hosszabbított nyitva tartás mellett a temető gondokság folyamatos ügyfélszolgálatot tart a helyszínen és két telefonszámon is. Elhunyt Dóra Zoltán nyelvész, a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola egykori igazgatója. Dóra Zoltán 1939-ben született, pedagógiai pályáját Kiskörén kezdte, 1983-tól vezette a Váci iskolát. Munkáját nyitottság és demokratikus vezetés jellemezte, iskolájában mindig kiemelt szerepe volt az anyanyelvoktatásnak. A kezdetektől házigazdája volt a városi, majd területi kazinci versenyeknek. Létrehozta a Magyar Nyelv Barátainak Egyesületét, amellyel rendszeres szónokversenyeket szervezett a középiskolásoknak. Tiszteletbeli elnökségi tagja volt az Anyanyelvápolók Szövetségének,
pedagógiai munkájáért és közéleti tevékenységért, Aranykatedra díjat, Pro Urbe díjat, a nyelvészeti munkásságáért Lőrince díjat vehetett át. Kiemelkedő nyelvművelő munkásságát Kazinczy díjjal ismerték el. Dóra Zoltán 83 éves volt. Elkészültek a Káptalan utcai csapadékcsatorna javításával. Október 29-e szombat reggeltől megnyitják a forgalom előtt a Váci piac utcáját. Mint ismert, eredetileg egy társasház csapadékvizét kötötték volna be a burkolat alatti hálózatba, viszont amikor feltárták, kiderült, hogy nincs is hova elvezetni a vizet, ugyanis a régi vezeték szinte teljesen megsemmisült. A Káptalan utca alatt 38 méteres szakaszon építették újra az esővíz hálózatot, nagyjából ugyanekkora hozban teljesen új aszfalt szőnyeg burkolatot kapott a Váci piac utcája. A szakemberek szerint, ha a rákötés miatt nem derül ki, hogy nincs csatorna, ami a vizet elvezesse, előbb-utóbb üreg keletkezett volna az utca alatt, és beszakadt volna a járófelület, ami az ott lakók és az arra közlekedők számára is balesetet okozhatott volna. Garanciális javítást végeznek november 2-án szerdán 7 és 17 óra között a Tímár utca útburkolatán, tette közzé Facebook oldalán a Városháza. A kivitelező arra kéri az érintett területen közlekedőket és az ingatlan tulajdonosokat, hogy ebben az időszakban az utcát autóközlekedésre ne használják, illetve a gépjárműveikkel ne álljanak ki és be a kapukon. A fugázóanyag kötése és az úton végzett munkák miatt szükséges, hogy az utcában a forgalom minimális legyen, áll a tájékoztatóban. Kérik továbbá, hogy a munkák alatt a gyalogosok is fokozott figyelemmel közlekedjenek az utcában. Csőtörés miatt elmaradt a tanítás e hét szerdán a Váci Juhász Gyula általános iskolában. Egy víznyomó vezeték szakadt el a föld alatt a Görgei utca, Bátori Miklós és Kossuth Lajos utcai szakaszon. A vízhiányt először az intézmény konyhásai vették észre 6:30-kor. Ők hívták az igazgatót, aki értesítette a DMRV-t. A vízművek a helyszínre érkezve végül az egész utcában elzárták a vizet. A konyha számára egy lajtos kocsit biztosított a szolgáltató, de az egész intézmény víz nélkül maradt, ezért a Váci tankerület jóváhagyta az igazgató javaslatát, aki rendkívüli tanítási szünetet rendelt el ezen a napon. Kétnapos tanfolyam keretében sajátították el a Váci önkéntes tűzoltók annak a Mercedes típusú műszaki mentőkocsinak a használatát, amelyet idén tavasszal kaptak ajándékba a Dunaushingeni kollégáiktól. A speciális gépjárművet közlekedési baleseteknél lehet bevetni. Sok egyéb mentésnél használatos műszaki eszköz mellett egy nagy teljesítményű feszítővágóval is felszerelték, aminek a kezelését csütörtök délután egy roncsautón gyakorolhatták az egyesület tagjai, akiknek Gerd Wimmer, német tűzoltóparancsnok tartott oktatást. Elméleti és gyakorlati oktatáson is részt vettek a Váci önkéntes tűzoltók, akik a tanfolyam során a német testvérvárostól ajándékba kapott műszaki mentő gépjármű eszközeinek használatával ismerkedtek. Az oktató Gerd Wimmer tűzoltóparancsnok szintén Dunaueschingenből érkezett, aki elsőként a német mentési sztenderdet ismertette a résztvevőknek. Hogyan kell úgy egy autóból pácienst, sérültet kimenteni, hogy a legjobb technikákat használja, a leggyorsabban kerüljön ki az autóból, és a lehető legrövidebb gyógyulási folyamattal. A Váci önkénteseknek már volt idejük megismerkedni a járművel, a tanfolyam végén pedig egy tanúsítványt kapnak arról, hogy elsajátították az életmentő eszközök kezelését. Az egyesület elnöke a híradónak azt mondta, az eddigi tapasztalatok szerint a német és a magyar szakmai protokoll nagyon hasonlít egymásra, de főleg a gyakorlatban mutatkozik néhány eltérés. Gyakorlatban kimegyünk egy roncstelepre, ahol kaptunk felajánlásként roncsautókat, amiken gyakorolhatunk a vágás technikákat. A rendkívül jó állapotú kocsi mindössze 25 ezer kilométert futott, és nem csak közúti baleseteknél vethető be, hanem a vízimentéshez szükséges eszközökkel is felszerelték.
November 1-től emelkednek a Váci Komp viteldíjai. A következő hónap 1-től a diák és nyugdíjas jegy 500, a felnőtt személy jegy 600 forintba kerül. A személygépkocsikat 1600 forintért szállítják a túlpartra, de változnak a bérletárak is. A diák 13 000, a dolgozói 15 000, a személygépkocsi vezető nélkül 61 500 forintba kerül novembertől. A RÉV üzemeltetője a megnövekedett energia és üzemanyagárakkal indokolja a viteldíjak emelését. A tegnapi budapesti élőlánccal zajló pedagógus és diák demonstráció végén Nagy Erzsébet, PDS ügyvivő, rögtönzött sajtótájékoztatón jelentette be, hogy november 7-én délután 3 órakor egyeztetésre kaptak ígéretet a kormány képviselőitől. Erről Maruzsa Zoltán, oktatási államtitkár értesítette levélben a szakszervezetet egy nappal korábban. Ezt megelőzően november 2-án parlamenti vitanapra is sor kerülhet, írta meg több hírforrás. Október 23-án és 27-én sosem látott méretű tömeg fejezte ki szolidaritását az alulfizetett tanárok és az oktatás átalakítása mellett. A demonstrálók között országszerte rengeteg diák és szülő csatlakozott a pedagógusok követeléseihez. Az elmúlt időszakban Vácon két jelentősebb megmozdulás, valamint több iskolában is sztrájk volt. 10 milliós szociális csomagot állított össze Vácváros önkormányzata a rászorulóknak. Rezsitámogatást nyújtanak azon váci személyek, illetve családok részére, ahol az egyfőre eső jövedelem nem éri el a 100 000 forintot. A támogatás a rezsicsökkentett feletti fogyasztásra vonatkozik, ami villany esetében 4 000, gázfogyasztás esetében pedig 6 000 forintos havi juttatást jelent. 10 millió forintos keretet különít el az önkormányzat azon váci lakosok megsegítésére, akik a hideg hónapokban a rezsicsökkentett értékű fogyasztási határ túllépik, és nem tudnák kigazdálkodni önerőből az energiapiaci árát. Erről Inotai Gergely váci alpolgármester beszélt a Nagyítóban, aki elmondta, villanynál a havi 210 kW per hó feletti fogyasztást támogatják 4000 forinttal, míg gáz esetében a havi 144 köbméter felettit 6000 forinttal azoknál, akik jövedelem kimutatással tudják igazolni a rászorultsági határt. Nagyon fontos az családi egyfőre eső nettó jövedelem, és nettóról beszélünk, 100 000 forint. Ez magasabb, mint általában a rendeletünkben szabályozott érték és határ. Tehát ebben próbáltunk egy picit kedvezni. És nyilván azoknak, akiknek a fogyasztása a kormány által meghatározott átlagfogyasztási limit vagy határvonalon fölül van, ez a gáz esetében a havi 144 köbméter, villany esetében pedig 210 kW. Nem csak családoknál, hanem az egyedül élők esetében is áll a támogatás, illetve azok is igényelhetik, akik albérletben laknak, és erről bérleti szerződést is be tudnak mutatni. Az igénylés menetéről és az igazolások módjáról bővebben az önkormányzat szociális osztályán kaphatnak információt azok, akik szeretnék a támogatást megkapni, illetve munkaidőben az önkormányzat gazdasági hivatalának telefonszámát is hívhatják információért, mondta a váci alpolgármester. Ők fognak adni egy formanyomtatványt, ahol pontosan fel van sorolva, hogy milyen jellegű navos igazolást, mint a lakáspályázatainknál kell egy számlát bemutatni. Nyilván ebből fogják tudni az adminisztrátor kollégák, hogy valóban rászorultságról beszélünk-e. 4 hónapon keresztül tudják a havi akár 10 000 forintos juttatást biztosítani rezsitámogatásra. Ezek mellett marad a 70 év feletti váciaknak az eddig biztosított 4 000 forintos évvégi ajándék. Az önkormányzat a korábbi formának megfelelően idén is elindítja a téli tűzifasegély programját. Ezzel kapcsolatban Inotai Gergely viszont arra emlékeztet, hogy a kormány által meghirdetett tűzifa programot nem a hivatal intézi, hanem az erdőgazdaságok, ezért az igénylők ezügyben ne a városházát keressék. Megjelent a napelemek felhasználási módját szabályzó rendelet a magyar közlönyben. A kormány október 31-jel átmenetileg megszünteti az új telepítésű, háztartási méretű kiserőművek visszatáplálási lehetőségét. Jövő hónaptól már csak az a napelem helyezhető üzembe, amely kizárólag a háztartás saját villamos energiafogyasztásának kielégítése érdekében termel áramot.
Az új rendelet megnehezíti azoknak a háztartásoknak a dolgát, akik napelem felszerelésével próbálnának spórolni. A jelenleg forgalomban lévő rendszerek energiáját házi körülmények között ugyanis nem lehet hosszú időn keresztül tárolni, így a megtakarítás mértéke jelentősen csökken. A közlönyben megjelentek szerint már csak október 31-ig van lehetőség igényt bejelenteni olyan rendszer beüzemelésére, amely nem helyben hasznosítja az energiát, hanem a hálózatba táplálja vissza azt. Az ágazatban dolgozó szakemberek szerint ez a rendelet a napelemes beruházások megterülési idejét jócskán kitolja, vagy soha meg nem térülővé teheti. Vasárnap elkezdődik a téli időszámítás, ezzel párhuzamosan egy órával korábbra kell állítani azokat az időmérőket, amelyek ezt nem teszik meg automatikusan. Néhány éve még úgy látszott, hogy az Unióban felhagynak a kétféle időszámítással, mostanra viszont lekerült a napirendről a kérdés. Először a koronavírus járvány helyezte margóra a témát, most pedig az Ukrajnában zajló háború, a rezsiválság és egyéb okok miatt gyakorlatilag beláthatatlan távolságba került a döntés. Az elszabadult energiaárak miatt többek szerint érdemes lenne megfontolni, hogy egyáltalán eltöröljék-e az óraátállítást, amit eredetileg is azért találtak ki, hogy spórolni lehessen az árammal. Magyarországon egy felmérés eredménye szerint ugyanakkor a lakosság szívesen venné, ha a nyári időszámítás szerint kéne ébredni egész évben, de egyenlőre úgy tűnik, egy darabig még biztosan velünk marad az óraátállítás. Magyarországon először 1916-ban alkalmazták az óraátállítást a munkanapokon jelentkező elektromos csúcsterhelések enyhítésére. A téli időszámítás kezdete minden év októberének utolsó vasárnapja, ami most 30-ára esik. Ezen a napon hajnali 3 óráról 2 órára állítjuk vissza az órákat. Ugyan a magyarok többsége szívesen elhagyná a kétféle időszámítást, de gondoljunk arra, hogy az őszi óraátállításnak köszönhetően vasárnap egy órával többet alhatunk, ekkor kapjuk vissza ugyanis azt az egy órát, amit a tavaszi óraátállítás időpontjában elveszítettünk. Persze innentől sokkal hamarabb sötétedik, a nappalok rövidülnek, az esték pedig egyre hosszabbak lesznek. Felmérések igazolják, hogy sokaknak okozhat depressziót, fáradtságot, alvási zavarokat az átállási időszak. Idén viszont egy kicsivel több idő jut az aklimatizálódásra, ugyanis a téli időszámítás első napja a 4 napos hosszú hétvégére, a Minden Szentekhez kapcsolódó ünnep vasárnapjára esik. Mivel november 1-e keddi nap lesz, így a vasárnapot követő 2 további napot lehet pihenéssel tölteni. Igazított az időkép.hu a tegnapi előrejelzésén, hűvös őszi idő vár ránk a hosszú hétvégén. Szombaton párás, ködös napra számíthatunk, napközben mindössze 14 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála a legmelegebb órákban. Vasárnap és hétfőn kissé melegebb lesz, ekkor 16 fokokat mérhetünk itt a Dunakanyarban, és a közepesen felhős égboltból nem kell csapadékra számítani. Kedden szintén ködös, párás reggelre számíthatunk, marad a borongós őszi idő, napközben 17 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti híradóját látták, híranyagainkat megtalálják a honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásunkat, illetve a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on is követhetnek minket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!